Na de augusztus 20-a után is érdemes ellátogatni a Balatonhoz. Egészen szeptember végéig meg lehet kóstolni az idei legjobb strandételt, a balatoni nyelvest. Ennek a különleges és nagyon finom ételnek az elkészítési módját meg is mutatta a radarstábjának az idei nyertes strandbüfé vezetője. Ebben a balatonalmádi strandbüfében egy nagyon különleges étel készül, pontosan az, ami egy versenyen az idén elvitte az első díjat. Az év strandétele díjat sikerült elnyernünk, ez éppen. A büfé üzletvezetője megmutatta, hogyan készül az idei legfinomabb strandétel, a balatoni nyelves. A lepényt megsütjük, és utána pedig kitálaljuk a street food tárcára. Ez egy könnyed lepény, tele van levegővel, meg kell egy kell tészta, és nem teszi nehézzé az ételt. Igyekszünk minden évben újítgatni egy kicsit, minden évben változtatni egy kicsit, hogy a megszokottaktól eltérni. És itt ezzel az üzlettel igyekszünk más célközönséget. Nem a hagyományos lángos, hack a cél, hanem olyan ételeket előállítani, ami kicsit trendibb, kicsit napjainkhoz illik. Mi a következő lépés? A következő lépés a bruschettát helyezzük rá, ami egy kockázott paradicsom, aszalt paradicsom felcsíkozva, durvára vágott bazsalikom, fokhagyma és olívaolaj. Ezt keverjük össze, egy kis só van benne még, és ezzel terítjük be a lepényt. A mai ételekben is meg lehet találni azokat az ételeket, amik megfelelő előkészületekkel fel lehet vele úgy készülni egy adott balatoni szezonra, amit tudunk is tartani is egész szezonban, és még ezek mellett bírjuk is azt a nyomást egy adott erős napon, amit egy strandi bisztrónak bírnia kell. És akkor erre rájön... Egy parajos krémsajt, fokhagymás parajos krémsajt, galuskák ennek rá. Ez egy krémessé, és felfrissíti egy kicsit még jobban az ételt. Ha jól emlékszem, 8 vagy 9 éve van ez a verseny már jelen, ami elég erős gasztronómiai fejlődést hozott az üzleteknek, a strandokon és a környező éttermekben is jelen van. Tehát nem csak közvetlen a strandokra értendő ez, hanem az egész Balaton partra is körülötte ezért ez kihatással van, és pozitív irányba mozdított el. És utána pedig a füstölt főtt marhanyelveket. Honnan jött a nyelvnek az ötlet? Próbáltuk először füstölt sonkával, füstölt főtt sonkával, de ebből már van egy ételünk, a bokréta, és ezért inkább valami újat akartunk. És itt jött a kollega, hogy dolgozunk marhahússal, hamburgerünk is szintiszta marhahús, próbáljuk meg a füstölt főtt marhanyelvet, nézzük meg, csak próbáljuk meg. És megmaradt, és szerencsére bevált. Többen voltak úgy, több vendég is, aki, hú, hát marhanyelvű, nem. És készítettünk egy kisegot, csak kóstolja meg, és utána már megbánta, hogy miért nem azt kérte egyből. Ez Bakonyban van a vágó, higgy a... Tehát helyi. Így van, Jászdon egész pontosan, ott van a... A hentesünk, akitől hozzuk a marhahúsokat, tényleg laktató is, és mindezek mellett még azért újdonságot is szolgáljon az ízlelőknek. Jó étvágyat kívánok! A strandételek versenyét a Balatoni Kör indította el 9 évvel ezelőtt. Azt gondoltuk, hogy fontos lenne megmutatni a gasztronómia picit más arcát, és ebből a lángos hack mizériából ki kéne valahogy szabadulni, mert már akkor is sokkal több nagyon jó minőségi vendéglátó egység volt. Hát az elmúlt 9 évben meg aztán tényleg ez hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ezért is érdemes augusztus 20-a után is ellátogatni a Balatonhoz, hogy ezeket a különleges ételeket megkóstolják a vendégek, de azért is, mert ősszel is rengeteg program és pihenési lehetőség vár mindenkit a tó körül. Most augusztus 20-a után azért jönnek, mert gyöngyözik a homlokunk, és ilyen meleg nem is tudom, mikor volt utoljára. Ősszel pedig azért jó jönni, mert elkezdődnek a nagyon sok borásztagunkon, elkezdődnek a születek, születi mulatságok, rengeteg várat felújítottak, rengeteg romot lehet megnézni, lehet túrázni. És meg lehet kóstolni az ország legjobb pálinkáját is. Hát az egyik legjobb pálinkáját, én nem szeretem ezt a legjobb szót mondani. Nagyon sok nagyon jó van, természetesen mi is törekszünk arra, hogy jót adjunk. Pak Gábor meg is mutatta nekünk a pálinka főzdét, ahol éppen az egyik legkedveltebb pálinka főtt. Tehát ahol állunk, ez most egy lépcsős lepárló berendezés, ami nagyon egyszerűen és gyorsan átfutva úgy működik, hogy betesszük a cefrét, a lepárló berendezésnek a köppenyébe víz van, azt melegítjük elektromos árammal. Aztán egy hosszú, bonyolult folyamat után megjelennek az első pálinka cseppek. És utána van egy pici szerepe magának a pálinka főző
mesternek, a leválasztásnak óriási szerepe van, hiszen az előpárlat, ezt nekünk ki kell dobni, ezt úgy fogjuk elvégezni, hogy majd szépen beleszagolok, és addig, amíg ez a kellemetlen szúrószag érkezik, addig a kuka, és utána pedig érkezni fog maga a középpárlat. Ugye ilyen pillanatban pont egy barackpálinkát főzünk, ilyen szép vékony sugárba. Ez a pálinka főzde többször is elnyerte az ország legjobb pálinkájának díját, de a pálinka főző mester nem csak erre büszke. Rengeteg díjat kaptam, én személy szerint különböző versenyeken háromszor voltam Magyarország legjobb pálinka főzője. Ma már a legnagyobb díj nekem az, hogy a tanítványaim szerzik sorba ezeket az elismeréseket. Szóval ezt a pálinkát is meg lehet kóstolni a Balatonnál évszaktól függetlenül ősszel, télen és tavasszal is. A strandbüfék többsége pedig még szeptemberben is nyitva van, érdemes kipróbálni a balatoni nyelvest és más különleges strandételeket is.